Hát ugye nagyon örültem neki, mikor megláttam, igazából először a mennyasszonyom látta meg, és bosszus is volt, hogy nem szóltam neki. Először is tudtam, hogy miről beszél, de utána jól olvastam, hogy benne vagyok a bőkeretbe. Minek köszönhetem, mert érzésem szerint annak, hogy ugye nem nagyon ment jól a Debrecennek a bajnokság elején, így nekem se annyira, de ahogy jött fel a Debrecen, ugye az én teljesítményem is javult, és ennek is köszönhető szerintem, hogy a bőkeretbe számít rám, és meglátjuk majd, hogy a szűkítésnél mi lesz. Ugye nem rossz csapat a norvégok, nem rossz játékosai vannak, de érzésem szerint meg lehet a kijutás. Igazából nem ismerem nagyon őket, tudjunk, hogy náluk az erő és a dinamika nagyon gyors, azt dominál leginkább. Inkább velünk a saját játékunkkal kell foglalkozni, tényleg mindenki felkészült kell, hogy legyen. Gondolom lesz most ilyen fizikális edzés is, hogy tényleg olyan alapotba kerülünk oda a meccsen, 12-ig, hogy mindenki 100%-on. Most tényleg mindenki itt össze kell fogni. Egy nagy család már itt már nincs az, hogy ki még csapat játsz, ez a válogatott. Úgyhogy tényleg lesz két hét rá, hogy hangolódjunk a nagy meccsre. Mindenki találgat, tehát ennek én nem vagyok a híve, hogy ki az esélyes, vagy ki nem. Úgyis abban 90 percben fog eldőlni, hogy ki fogja nyerni a találkozót, hogy ki lesz sikeres. Addig meg aztán lehet spekulálni, ilyen-olyan statisztikákat felállítani, de láttunk már szerintem a sportban olyan dolgokat, amik meglepőek voltak, akár pozitív, akár negatív irányban. Nagy klasszisok is már hibáztak elég döntő helyzetekben, akár egy világbajnokság döntőjében, vagy egy selejtezőnek a kulcs mérkőzéseiben. Minden mérkőzés más, nekünk magunkra kell figyelni. Reméljünk, hogy nagyon jót tudunk védekezni ott kint, és szeretnék ott is gólt rúgni, hogy itthon könnyebb dolgok legyen. A tét az abszolút nem foglalkoztat, hiszen mindig próbálom én a maximumot nyújtani. Meglátjuk, hogy ez edzéseken is mire lesz elég. Az a lényeg, hogy a csapat jól működjön. Itt nem a személyek a fontosak, hogy ki játszik, vagy ki véd, hanem a csapat jól működjön, és a csapat eredményes legyen, és Magyarország eredményes legyen. Fociban szerintem az mindenki már megszokott, hogy ezeket a váltásokat. Persze, hogy tényleg nagyon jó stábban dolgoztunk, de most egy jó stáb elé állunk, pár maradt, sok ember azért még megmaradt. A kerettag azt nem nagyon fogott megváltoztatni, úgyhogy igazából ismerünk egymást, és tényleg most tényleg csak a munkára kell koncentrálni, és a legfontosabb, hogy tovább jutsunk.